A backstage-ben újra itt a Zumba Spiel, körülbelül egy olyan 3-4 éve beszélgettünk utoljára, bár tegnap a Partizónában voltatok. Te is voltál, te nem voltál. Mi újság van veletek, meséltek nekem egy kicsit az elmúlt másfél hónap, másfél év, másfél évtized. Azon vagyunk, egy hatalmas koncertet nyomjunk ma este, reméljük, hogy ez be fog jönni, várjuk az embereket, minél többen jöjjenek. Szeretem az ilyen hosszan kifejtés velős. Mondatokat talán megkérdezem Csomit is, mi történt veletek az elmúlt pár hónapban. Egy kicsit megváltoztattuk úgymond a zenét, egy kicsit többet adtunk hozzá olyan stílusokba, amikhez eddig nem nyúltunk. Lehet azt mondani, hogy egy kicsit erőteljesebb lett a zene. Én úgy gondolom, hogy az új számok és a régiek átdolgozása is nagyon jól sikerültek, én úgy gondolom. Legalábbis azt tudom mondani, hogy szerintem a társaságnak a mostani ízlésvilágát híven tükrözi. A legutóbbi koncert óta nem beszéltünk, és azóta változó zenei stílus. Mennyivel lett keményebb, vagy mik azok a dolgok, amivel keményebbnek tűnik ez a mostani cumbáspíros felállás? Hát a mostani az hangzásban lett más, tehát kicsit erősebbek lettek a dallamok és a hangzások, és egy kicsit átgondoltabbak lettek a hangszerelések, én úgy gondolom. Koncert végén lehet érezni mai faforgás szagot? Nagyon remélem, hogy bízom benne. A dob mennyivel tud keményebb lenni? Tehát, hogyha megnézzük, ugye a dobos általában nagyjából mindig ugyanazokat szokta hozni, de ha jól tudom, akkor a dob felszerelés is bővült, mint ahogy ugye a bőgős technika is ugye fejlődött az elmúlt napok, hónapok során. Ha jól tudom, akkor most már igazi duplázó van, meg ilyen dolgok. Igen, a barátnőmnek hála, akit innen is köszöntök névnapja alkalmából. Boldog névnapot! Boldog névnapot! Karácsonyra kaptam egy nagyon jó minőségű duplázót, és megpróbálom azzal színesíteni a zenét, de egyébként a hangtechnikus srác rám szólt, hogy halkabban. Tehát ez a lényeg. A duplázó amúgy az fontos, tehát hiányzott a zenekarból, hogy legyen? Egy-két számból hiányzott, egyébként kibírtuk volna nélküle, de így, hogy van, nagyon, nagyon jól meg lehet színesíteni a zenét vele. Csomi nagyon erőteljesen bólogatott, neked tetszik? Hát igen, a ritmus szekcióban nagyon jó szint vissza az, amikor plusz ritmusok, plusz hangsúlyok kerülnek bele. És ez a duplázóval már megoldhatóbb lett. És így nem kell más hangszerhez nyúlni, hanem a dob tud hozzátenni egy olyan pluszt, amit más hangszer nem tud megtenni. Vádlira gyúrsz a másra folyamán? Fogok, erőteljesen. Azért állok majd lábújhegyen. Igen, de megnéztem amúgy, tehát jó, magasabb, mint én vagyok, Pityu, de megálltam ott, ahol az ő mikrofon, azért annyi nincsen, jó? Úgy egyik körülbelül így. Mondpéti kérdésség. Szóval, testmagasságról beszéltem. Szóval megálltam ott, ahol Pityunak a mikrofonja van, és nagyon nem értem el, és lábújhelyre kellett állnom, felementem a fejem, és akkor volt körülbelül a szám környékén. Tehát ez direkt van így? Ez direkt van így, én így szeretek énekelni. Nézem a plafont, és akkor nem jövök zavarba, tudod? És nem süt a szemedbe a reflektor. Így van. Milyenek az új számok? Hiszen a ma este folyamán, ha az információim nem csalnak, már pedig biztosak, akkor fogunk hallani új számokat is a Cumbáspíltól. Így van, amit az imént is beszéltük, kicsit erőteljesebb és határozottabb zenéket írtunk, ami szerintem nagyon jól sikerült, reméljük, hogy tetszeni fog mindenkinek. Folyamatosan keresgéljük saját magunkat, szerintem egyre jobban találjuk meg, úgyhogy egy ilyet léptünk most, ezt most kipróbáljuk, és majd meglátjuk. A Cumbáspiel zenekar ugye mindig is próbált új utakon és új lehetőségeket, új területeket felfedezni. Most például egy új tehetségkutatón szerepeltetek nagyon-nagyon sikeresen. Igen, a debreceni rocksulinak a tehetségkutatóján voltunk, a Kelet Underground rendezvényen, és hál' Istennek sikerült bejutnunk, és március 5-én lesz a Klinika Mozin a döntő, ahol hát igaz, hogy egészen más stílus képviselünk, mint a többi zenekar, de reméljük, hogy azért sikerül majd helytállnunk. Már akkor is más stílus képviseltetek, amikor az elődöntők voltak, az előselejtezők? Hát leginkább ilyen darálós metal zenekarok voltak, mi meg ahhoz képest mondhatom, hogy egy kicsit visszafogottabb zenét játszunk, illetve hát egészen más stílus, reméljük, hogy ez majd kitűnik közöttük. De talán pont ezt tetszett lehet a zsűrinek, hogy nem álltatok be a többiek mögé sorba, hanem egy teljesen új stílust. Ezt mondták is talán? Ezt mondták is, hogy mi azt is szeretik, hogy szeretünk kísérletezni a zenével, hogy szeretünk saját megoldásokat állni, és ezután is kérnénk mindenkit, hogy a keletunderground.hu honlapon szavazzon a Cumbáspielre, mert az a közönségszavazat, ami a honlapon összegyűjt adatokból lesz, az is nagyon fontos nekünk is, másoknak is. És mit lehet nyerni a közönségszavazattal? A belépő árát. A belépő árát, azt hiszem. Gyertek minél többen, ha lehet.
Úgyhogy nagyon sok embernek ott kell lenni, a belépját is vissza lehet nyerni. Terveztek-e valamilyen nagyobb szabású koncertet még idén? Vannak-e már... Csak azt tervezünk? Csak azt tervezünk. Family? Természetesen. Szóval van-e valami tervetek a közeljövőben? Hát a Wembley stadionra gondoltunk, így a Metallica lesz az előzenekarunk, nem tudjuk, hogy össze fog-e jönni. Meglátjuk, hogy megfelelnek-e vagy sem. Túl langyos zenét játszanak az a baj, tehát túl langyos, az nem meglátjuk. Biztos? Biztos. Szóval, akkor köszönöm szépen, hogy rengeteg új információt megtudtam a zenekarról, és természetesen azt is megtudhatják a kedves backstage nézők, hogy mikor fog fellépni a zenekar. Én már tudom, hogy a Főhén ott lesznek, úgyhogy aki a Főhénre eljön, az áprilisban lesz, ott megnézhetik majd a Cumba SP zenekart. Ha pedig addig nem akartok várni, és akartok egy jót bulizni, a kicsit erőszakosabb, brutálisabb, metálosabb, rockosabb, duplázósabb, kicsit a basszus jobban odaverős zenekart, akkor nézzétek meg most a backstage-ben a Cumba SP-t. Ha pedig lemaradnátok róla valamilyen oknál fogva, vagy pedig úgy gondoljátok, hogy az élőben még jobb, akkor ha már időutazásban nem tudtok részt venni és visszajönni a múltba, akkor nézzétek meg a Főhén a Cumba SP-t. Akkor jöjjön most a koncert, igaz fiúk? Így van. Spitty, hogy fogsz énekelni? Mutasd meg!